Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a TED Talks segítségével. Nos, ha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningemre. És akkor vágjunk is bele ebbe a videóba, tehát hogyan és miért tanulj a TED Talks segítségével. Megmutatom, hogy miért tanulj ezekből az előadásokból, hol találod meg őket, és hogyan tanulj belőlük a legkönnyebb módon angolul. A videó végén pedig megmutatom neked az egyik személyes kedvencemet is. Nos, mi ez a TED Talks? A TED különböző konferenciáknak a globális sorozata. A TED önmagában is egy rövidítés, a Technology, Entertainment és a Design, vagyis a technológia, szórakoztatás és design szavakra utal ez a rövidítés. A rendezvénynek az adja a különlegességét, hogy az előadók számára maximum 18 perc áll rendelkezésre, hogy átadják azokat az információkat, amelyeket megosztani kívánnak, és ugyanakkor inspirálják is a hallgatókat. Tehát amint látni fogod, vagy talán ahogy azt már láttad is, minden TED Talk tele van érdekességekkel, ötletekkel, és ez a 18 perces időkeret, általában az előadások valamivel rövidebbek, tehát körülbelül 15 percesek, tehát ez az időkeret ideálissá teszi ezt a rendezvénysorozatot arra, hogy az angol tanulók maximálisan kihasználják ezt. Nézzük akkor, hogy miért tanulj ezekből az előadásokból, vagyis miért tanulj a TED Talkokból. Az első szempont, amit szeretnék megemlíteni, az a hasznosság. Tehát ezek az előadások tel is tele vannak praktikus tanácsokkal és megoldásokkal. Megtanulhatod belőlük azt, hogy hogyan oldj meg egy konkrét problémát az életedben, vagy hogyan fejlesz a tökére egy készséget. A második szempont, ami szerintem nagyon fontos, azok az olvasó listák az előadások alján. A legtöbb előadó biztosít egy listát azokról a könyvekről, szakmai cikkekről és folyóiratokról, amelyek kapcsolatosak az előadásához. Ezeket általában a videók leírásában fogod megtalálni. Tehát, hogyha több információra van szükséged egy adott témával kapcsolatban, vagy szeretnél utána olvasni jobban egy adott témának, akkor nagyon egyszerűen és könnyedén megteheted ezt. És a harmadik szempont, amit szeretnék megemlíteni, az pedig az, hogy rengeteg inspirációt nyerhetsz. Tehát sok-sok fizetős videó ellenében ezek az előadások szerintem különlegesen hasznosak és teljesen ingyenesek, és mindenki számára elérhetőek, sehonnan nem kell letöltögetni őket, mindjárt elmondom, hol találod meg ezeket. És minden egyes előadásból nagyon-nagyon sok inspirációt nyerhetsz, és szélesítheted a látókörödet. Nos, hol találod meg ezeket az előadásokat? Van egy külön honlapja is a TED Talknak, én azonban mégis azt javaslom, hogy a legeslegegyszerűbb mód az, hogyha fölmész egyszerűen a YouTube-ra, és a YouTube keresőjébe beírod a TED Talks szavakat, és már is kijön időrendben a teljes lista. Hogyha egy kicsit speciálisabban akarsz keresni, tehát egy konkrét témával kapcsolatban, mondjuk a motiváció témával kapcsolatban akarsz TED Talkos előadásokat találni, akkor semmi más dolgod nincs, mint szintén a YouTube keresőibe beírni azt, hogy TED Talk plusz motivation, és már is kijönnek a motivációval kapcsolatos TED Talkos előadások. Tehát sehova nem kell regisztrálni, semmit nem kell letölteni, a YouTube segítségével az összes előadás elérhető. Következő szempont, hogyan tanulj ezekből az előadásokból? Nos, kezeld ugyanúgy ezeket az előadásokat, minthogyha filmekből akarnál angolul tanulni. Én már nagyon-nagyon sok videót készítettem arról, hogy hogyan tanulj angolul különböző filmekből és sorozatokból, itt is ugyanazt fogjuk csinálni. Tehát a YouTube-on a videók alatt látni fogod a Subtitles gombot.
Ha erre klikkelsz, akkor ki fogja írni az angol nyelvű feliratokat a videó alatt, tehát az előadás alatt. Én azt javaslom neked, hogy egy-egy ilyen TED Talks előadást kétszer, háromszor, vagy akár többször is nézd meg. Először csak a feliratokkal foglalkozz, tehát hogyha van számodra ismeretlen kifejezés, a szótáraszt ki, és tedd el, vagy mentsd el egy Excel táblázatba. Szintén a szótanulástól is elég sok videót készítettem már, tehát ugyanazt fogod majd itt is csinálni. És hogyha már nincsen új szó vagy kifejezés számodra az előadásban, akkor kapcsold ki a subtitles feliratot, tehát egyedül és kifejezetten csak az előadóra koncentrálva nézd meg még egyszer vagy kétszer ugyanazt az előadást. És akkor a videó végén szeretném megosztani veled az egyik kedvenc előadásomat. Ennek az előadásnak az a címe, hogy 5 Techniques to Speak Any Language. Tehát 5 technika, hogy bármilyen nyelven megtanulj. Ez Sid Efromovich előadása volt, és hogyha lejjebb görgetsz a videó leírásában, akkor belinkeltem neked ezt, tehát nem is kell nagyon keresgélned, már is megtalálod majd az előadásnak a linkjét. Nos, ez egy 2013-as TED Talks előadás, és azóta, tehát az elmúlt 6 évben már majdnem 10 millióan látták ezt az előadást. Efromovich egy úgynevezett hiperpoliglott, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok nyelven beszél anyanyelvi szinten. És ő mondja el tulajdonképpen a nyelvtanulással és a nyelv elsajátításával kapcsolatos tapasztalatait ebben az előadásban. Felnőtt korára ő már 4 nyelven beszélt anyanyelvi szinten, és az elkövetkezendő 3 év alatt elsajátított még 3-at szintén anyanyelvi szinten, és a saját tapasztalatai és megfigyelései alapján 5 módszert mutat be, amivel szerinte a világ tulajdonképpen bármilyen nyelve elsajátítható. Nem akarom elmondani az egész előadást, szeretném, hogyha megnéznéd és te is tanulnál belőle. Nekem nagyon érdekes volt az az első technika, amit megemlít, vagyis, hogy merj hibázni. Tehát egyszerűen ne félj a hibáidtól, amelyeket elkövetsz egészen biztosan a nyelv elsajátítása során. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos szempont, kifejezetten a kezdő nyelvtanulók számára. Most a videó végén köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!